Szöges drót az oszlopok tetején, homoksáva rácsok között, így néz ki a levegőből a kiskunhalasi börtön. Lettévé a falon, házirend az asztalon, a hétfő zárkát rabok alakították át. 2015-ben még menekült szállóként működött az egykori laktanya épülete, az átépítésre 1,7 milliárd forintot költött a kormány. 472 fogvatartottnak lett hely, a legtöbben majd a kalocsai női börtönből érkeznek. Varroda is épült. Ez egy alapvarrási folyamat, ezt a legkönnyebb megtanítani azoknak a fogvatartottaknak, és akinek nincs gyakorlata. Ugyanis az egészséges raboknak dolgozniuk kell, ettől várják, hogy szabadulásuk után könnyebben elhelyezkednek a civil életben. Ma adták át a börtönt. Egy saját üzemeltetésben lévő új büntetés végrehajtási intézet kezdi meg a működését, amire legutóbb 2003-ban, tehát 16 évvel ezelőtt került sor Veszprémben. Magánbörtön ugyanis épült, azt Tiszalökön 2008-ban adták át. A börtönök viszont az elmúlt 11 évben egyre zsúfoltabbak lettek. 2018-ban átlagosan 122 rab jutott 100 helyre. A szolnoki börtönben ennél rosszabb a helyzet. Ott a megengedettnél mintegy másfélszer több rab tölti a szabadságvesztését. A zsúfoltság miatt a magyar kormány számos pert is elvesztett az Emberi Jogok Európai Bíróságán. A kormány 2017-ben jelentette be új börtönök építését, úgy tervezték, az elsőket idén adják át. De ezekből nem lett semmi, túl drága ajánlatok érkeztek a közbeszerzésekre. Pintér Sándor belügyminiszter szerint mégis lesznek új börtönök. 5 másik intézet építésére is megtettük az első lépéseket, kijelöltük azokat az önkormányzatokat, az önkormányzatok jelentkezése alapján, ahol szándékozunk újabb intézeteket építeni. Az első Berettyó újfalun lesz egy börtönkórház. A halasi börtönbe hétfőtől szállítják a kalocsai rabokat, miközben továbbra is toborozzák a fegyőröket. A belügyminiszter szerint hamarosan új életpályamodellt kínálnak nekik. Azt, hogy miből és mikor kezdődik az építkezés, nem tudni, mert az átadáson nem kérdezhettünk Pintér Sándortól.